Kívánok! Lángosos, gazdagon téma van ma. Szemem befűt. Megnézzük, hogy hogy sül meg a hűtős lángos. Most az én hűtős hűtőben volt egy éjszakát. Aztán kis fogad, mert nem lesz most már. Fogad, mert a bajok vannak, meg az emésztéssel. Sima hagyma, uborka, paradicsom, sajt, trapista sajt, meg tejföl. Ezek lesznek a témák, mert az olaj az már nyomatja. Tegnap is elbesítettem. Úgyhogy majd így megállítgatom, mert ugye nem tudom két kézzel egyszerre belecsorgatni a tésztát, meg ugye vágjátok. Na, ugye így kéz nélkül, vagyis egy kézzel próbáltam itt a telefon nélkülözésével az elsőt, de szépen megnyúlik, úgyhogy jó pukkadozós lesz, szerintem jó habos. Annak mondják, vagy hogy. Na, szerintem már jó lesz a túloldal. Ugye ennek aztán kell hő, mert nem sül meg. Passzányosan. Meg ugye ebből jó láj kell, mert vagy zsírodék, mert aztán nem ilyen idő. Kell bele, na. Na hát ebben a pillanatban ez azt hiszem, hogy önmagáért beszél az a látvány. Lecsorgatom, teszem arra a deszkára amúgy, mert már úgyis olajos. Aztán majd innen fogok töltést, vagy kenést. Na már a harmadik sülözén kisebb lett. Ugye megfordítjuk a témáját, majd is szól a telefon is. Nyíl van a kezemtől. Azt hiszem, hogy ez ilyen jó bacska téma lesz. Látjátok, még nyers a közepe. Na kedves nézők, akkor ez meg is sült pikpak mind négy. Aztán akkor megmutatom, hogy az enyém az hogy készül el. Ugye van itt egy jó kis alap, ugye fokhagyma az nem megy. Akkor egy kis tejfölös téma, nyilván nem tudom meg. Fogni rendesen, mert ugye egykezű vagyok most. Én szeretem amúgy jó tejfölösen, meg jó sajtosan. Meg amúgy a fokhagymát is szeretem, csak most annyira nem megy most. Most olyan van, hogy most nem megy. Na, fokhagyma helyett van egy kis piros paprika, ez én általam őrölt kis chili. Valamelyik videómban fenn van. Megszórjon bele egy kicsit, aztán jön a jó
is. Sajtos téma. Hát egyébként egy jó füstölt sajt se macsorgony állam amúgy. Egy jó füstölt sajt se rontaná el. Hát aztán én nekem még megy ez a hagymás vonal, az a sima hagyma. Ezért is nem ment, a fokhagyma, inkább mondom a sima hagymát itt rá. Tozigálom kb. És akkor még egy kis uborka, hát ez meg már ilyen durva. Egy kis zöld uborka. Fullosan. És akkor egy-két szeret paradicsom. Ennyi lesz a témája. Nagyjából ennek a lángosnak, úgyhogy egy ilyet bekapok, így vacsorára, vagy még az is lehet, hogy még egyet megcsinálok. Aztán így egész jó lesz az éjszaka. Üdvözlök mindenkit, szervusztok!